A rendszerváltás óta a magyar politika kétosztatú, az egyik oldalon a Fidesz, a másikon pedig a mára már egyesült balliberális párt áll, mondta a Mi Hazánk országjárásának szolnoki állomásán Torockai László. Az elnök hozzátette, a felek nézetei azonban a döntő kérdésekben azonosak. A legalapvetőbb nemzet stratégiai kérdésekben mind a Fidesz, mind pedig az egyesült balliberális oldal MSZP-től Jobbikon át a DK-ig valójában ugyanazt képviseli a multikkal kapcsolatban, vagy akár a magyar-cigány együttélés vagy együttnemélés kérdésével kapcsolatban, tehát semmilyen komoly, igazi gyökeres változást nem várhatunk akár az Európai Unióval kapcsolatos politikájuk is szinte a migráción kívül mindenben egyébként megegyezik. A mozgalom vezetője azt is elmondta, az elmúlt egy év rámutatott arra, hogy a Fidesz és az egyesült balliberális töm mellett egy harmadik oldalra is szüksége van a magyar embereknek. A választók egy olyan pártra vágynak, ami gyökeres változást hoz. Az a jelszavunk, hogy sem Orbán, sem Gyurcsány, hiszen 2022-ben, hanem Orbán kormány lesz, akkor jelenlegi állás szerint Gyurcsány kormány jöhet. Mi szeretnénk valódi alternatívát kínálni a magyar embereknek, szeretnénk gyökeres fordulatot. Mi nem csak a migrációt szeretnénk megállítani, hanem ugyanúgy a cigánybűnözést is meg szeretnénk állítani, ugyanúgy a kivándorlást is meg szeretnénk állítani. A mozgalom radikális programpontjai között szerepel a politikus bűnözés megállítása, illetve a szibériai bérrabtartás, melyre már van példa a világon, tette hozzá a Mi Hazánk elnöke, Torockai László.